Szeretettel üdvözöllek az újpesti fórumozók nevében. Azért kértelek meg, hogy ülj le a kameránk elé, mert szeretném megkezni tőled, hogy a zárt kapus meccsen, a kecskeméti meccsen, amit játszottunk, ugye, hát gyakorlatilag senki nem volt ott, néhány szakember, meg néhány játékos ügynök, néhány újságíró, hogy azt szeretném, ha elmondanád az olvasóinknak, hogy mit, hogy érezted magad benne a pályán, hogy érezted, hogy játszott a csapat, és te, hogy érezted magad egyáltalán ilyen zárt kapuk között? Hát azt gondolok, hogy az biztos az a furcsa dolog, a szurkoló nélkül játszani. Hát csak mi 20-an voltunk ott a pályán, és nem tudom, minden két kis pályán volt, lehet egy 20 ember, és mi 20-an az a 40 ember volt ez a pályán, ez komolyan záró, de én szerintem nekünk ez... hogy fogom mondani ezt, hogy sikerültünk nyerni, az a legfontosabb, az volt az a meccsen. A győzelem, de, igen. Az győzelem biztos. És hát szurkoló nélkül mindenki ide játsz, mert hát legyen több szurkoló a pályán. És nem értem miért. Jó, én külföldi ember vagyok. Hát szerintem, mint a magyarok, hát legyen több ember a pályá, aki tudja jó szurkolni, például itt, ahol szokta jönni egy pár ezer, nem mikor ott volt a mentegába. Nekem majdnem az volt, hogy ott a mentegába 500 ember volt a pályá. Igen, és mi nálunk meg majdnem 500-an voltunk a Kecskemét ellen, igen, nem? Igen, majdnem voltunk a zárt kapunál. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy én úgy éreztem és úgy láttam, mert itt voltam, hogy neked most jól ment a játék. Kimondotta, jól ment a játék, úgy, ahogy az MTK-ba szokta játszani. Te neked mi az érzésed a teljesítményedről? Jó, én csak mondom, hogy jó csapatba kerültem, egy jó keretbe jöttem, és hát én szoktam így játszani. Nekem nincs ez a hullámzó teljesítmény, én megyek csak egy vonalba. Így szoktam ott is játszani, remélem, hogy Újpesten is fogok játszani, amit produkáltam a MTK-n. Tehát akkor neked ez az állandó formád, amit vasárnap nyújtottál, meg volt elégedve magad, de picit meg volt elégedve magad? Hát én voltam elégedve, de mindig lehet jobb. Mindig lehet jobb. Jó. Diós Győr ellen hogy készülsz? Hát mint a minden meccsen ugyanaz. Biztos ott nehéz meccs lesz. Szurkoló is lesz, hogy úgy hálottam, néztem, a visába is volt. Hát biztos az nehéz meccs lesz, de ha mi akarunk valamit csinálni az a évek, akkor mindenhol meg kell nyerni. Még azt szeretném megkérdezni, mert erre is nagyon kíváncsiak az olvasók és írók, hogy az a játékrendszer, az a taktika, amiben most játszotok, tehát amit a Max Day ugye tanít veletek, illetve próbál veletek és gyakorol veletek, az arról mi a te véleményed? Hogy tetszik az neked? Hát az a, mindenki mondja, ez a 4-4-2, de én szerintem az a körülbelül, hogy 4-4-1-1, ami nekünk most az utolsó meccs jó sikerült. Remélem, a többiek meccsen is ez fog jönni. Rúgtunk 3 gól, majdnem volt egy még 5 zicser, mondom, 5 zicser, 2 szabás gól, nem adta a bíró. Szerintem az a jó, az a csapat szerintem így lehet játszani. És játszani, és gólok is. Hát kívánok nagyon sok sikert neked. Köszönöm szépen. Az egész bajnokságra. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm.